Istentisztelettel vette kezdetét az az ünnepség, melyen a bátaszéki székelység egyszerre ünnepelte az ideérkezésük 75. és a kódusok működésének 50. évfordulóját. Az ünnepség arra is alkalmat adott, hogy a leendő székelyház udvarán megszenteljék a keresztet. A székelység meghatározó Bátaszék utóbbi évtizedeinek történelmében, éppen ezért fontos, hogy a település vezetése és a népcsoport akarata találkozzon, mondta Bozsadik Robert polgármester. Azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év, ami a bátaszéki székelyek baráti köre életében és a városunk életében párhuzamosan zajlott, az bizonyítja, hogy mindig is jó együttműködés volt a városvezetés, illetve az egyesület között. Ez az időszak, ez alapvetően Kismédi István irányításához és nevéhez kötődik. Ő nagyon-nagyon sokat tett, többet magával azért, hogy a bukovinai székelyek valóban otthont találjanak Bátaszéken, de meggyőződésem, hogy a mindenkori településvezetés is tett azért, hogy jól érezzék magukat. Ezt a folyamatot szeretnénk folytatni az elkövetkezendő időszakban. Úgy néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg többünkben, természetesen a Székely Egyesület indítatására, hogy ha már otthont lehetek, akkor egy ház is legyen Bátaszéken a székelyeké. Ezért a város korában egy ingatlan fel is ajánlott a Székely Egyesület részére, de végül is az újon alakult székelyvezetés úgy döntött, hogy nem azon a helyszínen, hanem egy másik helyszínen kíván egy székelyházat létrehozni. A város, amennyiben igényli a Székely Egyesület, minden segítséget meg fog adni. A néhány perccel elhangzott dátum, azaz 2021. augusztusára ez a székelyház idézve a régi idők emlékét átadásra kerülhessen. A gondolat, hogy a hazát találtunk, legyen házunk is, így Lés Tibortól, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökétől származik. Hogy építkezni, mindig az ember akkor építkezik, amikor hazát talál. És a bukovinai székelyek ugye számtalanszor megtették. És azt hiszem, a mostani idő különösen ráhangolódnak arra belsőleg is, kényszerítik az embert arra, hogy ráhangolódjon, hogy milyen értékeket és milyen fájdalom között hozták el, és tartották magukba a szüleink, vagy a nagyszüleink. És mégis kinyíltak, házat építettek, és valóban sokan voltak, akik ugye, hát itt köztudott, ugye, hogy a svábok házába kényszerültek beköltözni, nem akartak, de hát az élet így hozta, és sokan akkor találtak igazán hazára és házra, amikor a sajátjukat föl tudták építeni. Azt hiszem, ez az érzés, ez végigkövette és végigköveti a mai napig is, és ezért örülök, hogy itt is egy hazát vagy egy házat építenek, mert úgy gondolom, így teljesedik ki az életük, így találnak örömet, ugye ez a közösség is, és bízom benne, és hát mindent a Szövetség, Bukovinai Székelyek Országos Szövetség megtesz, hogy tényleg egy olyan értéket képviseljen ez a székelyház, és mindamilyen értéket számtalan helyen ugyanúgy hasonló épületek hordoznak magukban. Ez az ünnepség a tervezési időszakában kiemelt szerepet kapott a Nemzetpolitikai Államtitkárság programjában. Ám a vírus itt is keresztbe húzta a számításokat. Ennek ellenére meghatározó pillanatához érkezett Bátaszék és az itt élő székelyek, mely újabb lehetőségeket nyit majd meg, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az idén a Nemzeti Összetartozás évének ünnepi eseményei zajlanak Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Sajnos a koronavírus nem tette lehetővé azt, hogy minden meghívott eljöjjön erre az eseményre is, hiszen a határok, illetve a járvány miatt a magyarság is, így a székelység is gyakorlatilag szét van vágva, el van vágva egymástól. Ennek ellenére nagyon sokan a környékből össze tudunk gyűlni ma itt Bátaszéken. Egyrészt megemlékezünk arra, hogy 75 évvel ezelőtt szüleinket, nagyszüleinket ide telepítették, illetve elmenekültek Bácskából, ahova 1941-ben telepítették őket Bukovinából, és végleges otthonra leltek itt a Dél-Dunántúlon, Tolnában, Baranyában, illetve Bács-Kiskunban. Másrészt nem csak a múltra akarunk emlékezni, hanem a jövőbe is tekintünk. Ezt bizonyítja az, hogy egy új székely tájházat, illetve egy székely házat akarnak építeni a józseffalvi székelyek itt Bátaszéken. Emögé, a kezdeményezés mögé állt be a Nemzetpolitikai Államtitkárság, ezt tudtok támogatni, és nagyon reméljük, hogy egy év múlva szintén a Józseffalvi bucsú emlékére, vagy napján, augusztus 20-án át is tudjuk adni ezt a gyönyörű házat. Én remélem, hogy élettel töltődik meg ez a ház. A mai napon egyébként, hogy az életet is bizonyítsuk, 50 esztende jött létre a Székely Kórus, ennek is a születésnapja van, és jól látni azt, hogy a kórusban is, egyáltalán a hagyományőrző csoportokban is nagyon sok gyerek, illetve fiatal vesz részt, és egy új kezdeményezés is van itt a bátaszéki székelyek körében, mégpedig az, hogy az unokák bálját évről évre megrendezik, illetve az unokákat is egyre inkább bevonják ebbe az identitás megerősítő, megőrző tevékenységbe és munkába. Jó látni azt, hogy bukovinai székelyek nem csak meghalnak, hanem nagyon sokan születnek is, és nagyon sokan vállalják őseiknek a kultúráját. Én úgy gondolom, hogy egy régi korszakot szeretnénk felújítani, hiszen a bátaszéki székelyeknek egy régóta dédelgetett vágya volt, hogy egy olyan otthonuk lehessen, egy olyan biztos helyük lehessen, akár egy szoba, egy házrész. Ez a legszebb álom, hogy egy egész ház formájában, ahova bármikor összejöhetünk, nem kell időpontot egyeztessünk senkivel, hanem szabadon a miénk a pálya. Az első 3 szobáját ennek a háznak meg szeretnénk hagyni ilyen formában, ahogy most van, és hátul fog épülni egy nagy közösségi tér, szociális helységekkel, öltözőkkel, kiszolgáló helységekkel, egy közel 150 négyzetméteres közösségi teret álmodtunk meg, maga a pályázati támogatás igazándiból erre vonatkozik. Én bízok abban, hogy a mi jókedvünk és hangulatunk az esetleg vonzóvá válhat másoknak is, de gondolok arra is, hogy a másik 2 népcsoporttal, itt Bátaszéken, akár a felvidékiekkel, akár a Német Egyesülettel, akik a hagyományőrzésben szintúgy kiveszik a részüket, sőt, talán az elmúlt években ők dominánsabbak voltak, ővelük is itt bármikor tudunk közös együttlétet, közös terveket szőni. A Bátaszékre érkező székelyek 50 esztendeje először énekkart hoztak létre az asszonyokból. A csoport ma is tevékenykedik. A székelykórusnak a legalapja az még Bukovinába indult, mert dr. Német Kármán ott megalapította a székelykórust, vagy nem székelykórust, hanem egy kórust, de főleg templomi énekeket énekeltek. Aztán mikor ugye háború után Bátaszékre kerültek, akkor Iboly néni 1970-ben, Tamási Istvánné, Iboly néni, ő volt a kórus alapítója, 10 fővel megalapította a székely kórus. Csak asszonykórus néven futottak, mert csak asszonyok voltak benne. Mai napig egy asszony él közülük, a többi sajnos mind meghalt. Aztán a 90-es években mi fiatalok, akkor még fiatalabbak voltunk, beléptünk a kórusba, és ennek a mai kórusnak az alapját mi képezzük, mert ugye a régiek már kihaltak. Én 2000 óta vezetem ezt a kórust, 2000-ben adta át nekem Iboly néni, azt mondta, hogy ő már tovább nem szeretné, úgy gondolja, hogy átadta az alapokat, és akkor 2000 óta én vezetem a kórust. Most jelen pillanatban 14-en vagyunk, ami nagyon kevés, de úgy gondoljuk, hogy ez a kevés, ez tiszta szívvel és lélekkel csinálja azt, amit csinál. A bukovinai székelyek azt tervezik, jövő augusztusban a Józseffalvi búcsú emlékére már az új házban fogadják remélhetőleg már a határon túlról is barátaikat, rokonaikat. És onnantól az új házban olyan együttléteket szervezhetnek, ahol a gyerekek szüleiken keresztül élik meg az együttlét örömét, és tanulják meg szinte észrevétlenül őseik hagyományait, kultúráját.